kell, igen. Mivel is kezdődött? Ja, igen, tudom, az a kezdődött. Elindultunk a stílből. Felmerült a kérdés, hogy ki vezessen minket. Na, Alien rögtön ajánlkozott, hogy természetesen. Ő úgy elvezett minket, el sem tévedünk, probléma nem lesz egy szár sem. A legrövidebb utat gyorsabban odaérünk, hogyha a kövezett országoktól jönnénk. Tehát rá is álltunk, hogy ezt kifejezetten az útra. Ígéretesen hangzik, ráálltunk az útra, igen, aztán elindultunk. Hát már mendegéltünk úgy nagyjából egy napja, elkezdett ránk esteni, akkor úgy kérdezgettük Alient, hogy na hát akkor szállás, fogadó, vacsora, Alien kicsit meglepetnek tűnt, így kérdezte, hogy akkor ez a miért is kéne nekünk. A szállásunk ott van a fák alatt. Vizet a patakból veszünk, erdőt ad, de nekünk csak vacsorát. Mi más kellhet még? Na, mi nem egészítünk. Rájöttünk, hogy ezt a félrejelzést nem állunk volna korábban tisztázni, mert nem mindannyian vagyunk annyira kemény kötésűek, mint Alien. Hát akkor mondta, hogy jó, hát mondhatjuk volna ezt korábban, és akkor szerző nekünk falut, hogy falu kell. Hát igen, az jó lenne legalább valami szalma, amit leterítenek, vagy valami, amit helyfőzt. Na, szerzett nekünk falut. Hát szerzett. Másfél a PR referenc. Igen, igen, még aznap éjszaka bejelköztünk a faluba. Tudjátok, az a kedves békebeli falu, na, bármikor fel van készülve legalább 200 forrásával, barátságos csapdákkal. Ti láttok csapdát? Én nem láttam. Azért nem láttuk, mert kész falun olyan gyorsan hatástalanított a videót. Nélkül se kezdetek, se lábatok. A fogával szaladt így. De rossz álltunk rendesen, a tudom volt. Na, szóval ez tényleg ijesztő volt. Hát nem is tudom, mihez kezdtük volna, hogy pedig csak Lira, aki nem kezdett dalolni valami csodás tünde dallamot, ami addig rendben is lett volna, mert kutyák úgy megnyugodtak és megszeridültek hirtelen, hogy el is aludtak. Nem csak a kutyák, mert hogy az én tündefülem szokva van ezekhez a dallamokhoz, de hát igen. Úgyhogy ott volt egy rakat durmoló kutya, nagyon sok álmos rendvezető, aki azt sem tudta, mihez kapjon hirtelen, és nagyon sok dühös csalóbeli. Megesik. Szóval lényeg, hogy tegében előkapta az oklevelet, hogy tulajdonképpen mi a király küldöttei vagyunk, és erre tartunk ezt, és ezt tennénk. Hát azt értettem, hogy ért. Hát nem sokat, mert a falus érdekes a olvasni. Igen, olvasni nem tudtak be még tegében, szóval esetleg meg is mutathatnak volna őket, csak hogy kedves kisztusjai. Úgy gondoltam, hogy ő oldja a feszültséget. Jaj. Ismerjük, kinézett a tömegből valami vicces ember, de hát... Öreg ember volt. Így nézett. Körülbelül így nézhetett. Ezt csinálták, szállták. Akkor nem tudom, hogy majd akkor a falusiakkal együtt nevetünk, hogy milyen vicces ember, csak kiderült, hogy igen, mi nevetünk, hogy ezt azt tiszteletben a polgármester, hogy... Most képzeljétek el a beosztó. Nagyon szerettek minket ezeket el, és három öres nekünk rontott, de szerencsére eladani hip-hop kikötőket, de háromig nem tudok számolni. Nagyon mérgesek voltak, de aztán ravioli nem, de hogy hívnak? Ravonnél köszönöm.
Hát az volt tászta, aztán leesett ám az állámon, és mindenkinek nekünk is. Mi így néztünk, a pasik, ó, hát ugye neki állt itt legyen. Rögtön nem a harcról. Az összes, nagy harcos, az így megállt, és leesett az álluk. Megállt! A szó szerint a kormányodat. És így nézték. Ugye a nők nem fegyverrel harcolnak, vannak nekünk más eszközeik is. Hát ajaj, most megint jöttek is a nők. Azt mondták, hogy ho, mi ezeket a dolgokat ismerjük. Ha, ez lehet, lehet belül csinálni mindenféle ilyen főzőket. A csajok meg csak így néztek, hogy mi? Tudok tudnak főzni. Mert hogy? Mi egy olyan helyre tévedtünk, amit úgy hívtak, hogy Articsóka farma. Na most ott helyre ez kiderült, és másnap mi volt? Articsóka fesztivál! De várjátok, de az egészben az volt a poén, hogy ezek kitalálták, hogy akkor nekünk is részt kell venni rajta. Mert ha ezek ennyire jó főznek, akkor nyilván a fesztivál az majd milyen jó fog megszerepelni. Articsóka lepét kellett csinálni. Így van. Ez van. Articsóka lepét kellett csinálni. Na de várjátok. Lepény volt, lepény. Lepény volt, lepény volt. Lepény volt, na. De szóval... Volt zsűri is. Három. Kétes asszonság. A polgármester felesége, a falubikájának a felesége, meg annak a ügyes gyereknek a felesége, aki az egyik volt a háromból. Anya volt. Anya volt, igen. Anya volt. Na, szóval kifogott rendesen Zsűrit, és aztán a kedves halubbeliek, kérdek, a kedves halubbeliek ugye adták a lánk a lovat. Mit adtak? Tisztelt szűrészpor, tojás helyett enyvet. És az egészben a gáz az volt, Lidiának a gázdán nyertek. Még így is az övék lett a legjobb. Még így is az övék lett a legjobb articsóka lepény. Még mellett képesek lenni. Persze, eladva a legjobb volt az övék forgó. Majd. Akkor most értek másnak. Megforgottál az övéket? Nincsen még vége. Ilyen és aznak kitalálták, hogy igazán jó articsókkal lepényt úgy lehet csinálni, mert hogyha mindenféle illatos hüveket, fűszereket szedünk ott a környező erdőbe, amit hát ugye ki lehet használni arra is, hogy akkor megszabadulunk ugye a kitaláltól is. Hát akkor majd mi elszökünk onnan, amit ugye gyűjtik a fűszereket. Jaj, na ez volt a lényeg. Így van, de akkor hát ugye megláttak minket a falubeli gyerekek is, hát idegenek, nagy ruhák, színes, jó, aranyos volt. De hát szerencsére ugye velünk volt Virág. Tényleg, hol van Virág? Ja, ott van, ott van Virág. Velünk, hát az articsókák fiatal. Velünk volt Virág, aki tanított neki olyan körtáncot, hogy még azóta is biztos, hogy azt járnák. De hát ugye indultunk el, és akkor láttuk, hogy hol van Derián. Ugye hát Derián, de mondjuk, hogy hát jó, hát oké, hogy Vigyázzatok a bokrokkal, gyalogon megösszentek, akkor az maszmester. Olyan, mint a gyalog volt rá. Mi a baj a balagonyában, hogy nem ér? Szúró, gyalog, ötlet, de feltér. Nem kell megölelgetni, akkor nem szúr. Ez is igaz. Na és akkor visszamentünk ugye a faluba, mert a falusiak követelték tőlünk az articsóka lepényt. Hát, ugye miért volt elkülve, nyilván rendszerűek a pontosabban az övéig ehetett. Mi az Isten nekünk a articsókkal? Ők megették. Nagyon furcsa volt, persze. Nem is volt fogva. Ekkor... Ez is biztos. Ekkor Belbel, hol vagy? Ó, itt vagy mellettem. Belbel. Itt vagyok ám. A fénymágus eszközével elkezdett...
fényeket kibocsátani, tudjátok? És a, volt egy kis négyzet alakú valami, ami megjelent a kép, amit láttunk. Ja. És a falusiak azt hitték, hogy mi el akarjuk lopni az artichoke-halepényeknek a lelkét. Mi van lenne lelke? Normális. Aztán elkezdték megdobálni artichoke-halepénnyel a társaságunkat. Dobtak meg ilyen megdobálni artichoke-halepénnyel. Olyan fáj. Nekem volt a harmadás. A több szakcikényes. Nekem viszont fehér volt a gyurbára, még felcsak a fehér. Ez a moha. Ha lett mottod a moha. Nem, egyébként megint kilit fogunk mentetnek minket. Igen, igen, igen. Kilit fogunknak szólt. Az én mondjuk, hogy jobb lesz. Az szóval megjelent, azzal fogta be az elszökött artichoke lepényeket. Majd a felvevágod az egyik jelölt elkapta az alapszóval. Azt hiszem neked köszönöm. Kisebb vagy a szikrák. Három. Kisebb vagy a szikrák. Három. Annyira sem kapcsolódik. Nem kapnak két nagy! Az barátom!